Szavaztok, kedves emberek, és elkezdtük a legújabb videómhoz. A mai videóban vakon bekötött szemet fogunk vezetni, nem mással, mint Kucsera Gáborral. Olé! Szavaztok, gyerekek, igen. Az egyik félnek be lesz kötve a szeme. A másik meg fogja a másikat. Vettünk kaspókat, nem találtunk bójákat, úgyhogy hivatalosan ilyenből építettük meg a pályát. Ha rámész, akkor törni. Ha rámész, törni fog, ha bóját rámész, vagy a kaspó rámész, az vesztett. Igen, így van, az mínusz pont, úgyhogy mindenképp feszíteni fogsz. Mivel fogunk menni a mai napon, mi lesz a járgányunk? Nagyon jó kérdés. Ez egy... Itt is vagyunk az új Opel Corzában, ami gyakorlatilag a mai napon engem el fog kísérni, Elviszából véve, illetve ezt az autót fogjuk használni az akadálypálya teljesítésére, amit közösen Gabival és Balázsral építettünk. Nagyon gyors bemutató, nem vagyok egy autós csatorna, viszont imádom az autókat, akik Instán követnek, az láthatják, hogy havonta akár elhozok egy új autót, hogy kipróbáljam. Imádom a kocsikat. Nagyon sokat szoktam vezetni, ami nekem nagyon fontos, hogy kényelmes legyen az ülés, és legyen benne hely, ahogy mindenkinek. Mind a két kritériumnak megfelel az autó, látjátok egyébként. Én azért nem vagyok egy magas csávó, szóval nem szoktam hátul ülni. Hátul még simán be lehet ülni, hogyha én vezetek. Kényelmesek az ülések, hely is van benne, illetve partámasz is van. Háromféle vezetési mód közül választhatunk, van Eco, Normál és Sport. Sportban ugrik a kocsi, azt kell, hogy mondjam, hogy szöcske, elektromos kézifék és a váltó, ami nagyon érdekesen lett megoldva, hogy a gyártó egy ilyen kallantyút szerelt be a váltóhoz, amit amúgy satisfying így mozgatni. Húznod kell magad fölé, löknöd, és már csak akkor lenne menőbb, hogyha lenne ilyen haptikus visszalökés az egésznek, mint az iPhone-okon. De tök jó. Itt ülök még 20 percet és így nyomkodom össze-vissza. Természetesen van benne sávközéptartó, adaptív sebességtartó, és vészfék is, ami természetesen szintén automatikusan működik, hogyha előtted vannak, nem okoz balesetet, hogyha valami elkerült a figyelmedet, nem voltál figyelmes, nem menj bele az előtted lévő autóba. A kormány mögötti kijelzőnk az 7 incses, és a fő kijelzőnk az 10. Szerintem a kormány mögött is lehet a 10 incses, nem tudom, hogy van-e ilyen extra, hogy nagyobb legyen. Egyébként mindent lehet rajta látni. Egy új autó esetében mindenki egy kérdést tesz fel. Sokat fejlődött-e az autó az elődjéhez képest? És ahogy a Corza mottoja is szól, yes of Corza! Kezdjük az autó színével, egyébként nekem nagyon tetszett ez a szín. Viszont akinek nem ez a kedvence, semmi gond, 6 izgalmas külső szín és kontrasztos fekete tető közül lehet választani. A keréktárcsák 16 és 17 szorosak. Ez a 17 szoros keréktárcsa egyébként gyémánt vágott könnyűfémből készül, ami azért elég merész és figyelemfelkeltő stílus kölcsönöz az autónak. Ha szembenézel az autóval, nyilván a fényszorok tűnnek fel elsőként. Az autó új adaptív Intelux LED Matrix fényszorot kapott, oldalanként 7 szegmensű lámpákkal, hogy látni és látszódni is tud. A Corza hátulja pedig a jellegzetes szárny kialakítása teljes LED lámpákat kapott. De nem csak sorolni szeretném, hogy mennyi előnye van ennek az autónak, jöhet a tesztpálya, és nézzük meg, hogy vezetünk bekötött szemmel. Sziasztok, Kucsera Gábor vagyok, aki nem ismer, sportoltam, kajakoztam, áramgyermekes apuka vagyok, és hát most egy nagyon jó kihívásnak fogunk előre nézni. 24 éve van egyébként jogosítványom, szerintem jó vezetek, karambolom, szerintem egyszer volt a 24 év alatt. Kétszer vették eddig. Szerintem egyébként jó fog menni, bár még becsukott szemmel, egyébként sosem vezettem. Mennyire nehéz a pálya? A pálya egyébként szerintem most nagyon-nagyon nehéz. Én azt gondolom, hogy szerintem egyébként fix jogosítványa van, az is meggabolyodna ebbe a pályába, nem úgy így bekötött szemmel. Dezső Bence vagyok, 7 éve van jogosítványom, eddig még nem volt balesetem, nekem is vették már a jogosítványom a gyorshajtásért, úgyhogy szerintem itt a sebességgel nem lesz gond. A pálya az nagyon nehéz, bekötött szemmel még életemben nem vezettem, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy mi fog ebből kisülni. Ja, és annyit akartam mondani, tavaly 42.000 km-t vezettem, úgyhogy hát ha azt majd tudom hasznosítani, hogy érzésből mozgatjuk a kormányt. Jobbra, jobbra, szedd egy picit alá, egyenesen, balra, hátra, 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 egyenesen, 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 Gabi, egyenesen, balra egy kicsit, egyenesen, egyenesen, menjél neki nyugodtan, ott az autó, úgyhogy oda fogunk beülni. Milyen érzés, hogy először van rajtad ez a kis sisak? Ez borzasztó. Menni nem tudok be, nem úgy vezetni. A gyerek, ez ijesztő lesz. Oké, elindulunk nagyon lassan. Jó. Gabi, nagyon lassan, érzéssel. Oké. Finoman kormányzol jobbra. Igen. Törd be jobbra. Szedjed alá. Menjen jobbra. Adjál neki bátran. Ne sajnáld. Menjek még. Balra. Ne, balra, 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 balra. Állj, állj! Jó, ott egy szakadék van. Hol, vissza? Várj. Igen, egy kicsit vissza. Balra töröd be. Egyenesen elindulsz. Balra. Egyenesen? Mehetsz egyenesen. Aja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 j
Balra. Balra, törzsbe. Jó. Lehet, lehet érzéssel. Kami, csumázzad. Menjen. Fék. Egyenes. Hossira. Tolatás. Jaj, jaj. Mi van? Jó, vissza. Yeah. Törjed, jobbra. Így. Stop. Mi van? Mi történt? Rámentünk? Nem? Egy centi. Egy centi? Á, ez így van kiszámolva. Még a gumi is reszket. Megvagyok?
Gyerekek, ez nagyon kemény volt, úristen. Na, gyerekek, ez elég veszélyes volt ez a vezetés. Fú, nagyon fura volt, úristen. Tényleg elveszel a pályán, nem tudod, hogy hol vagy, nem tudod, hol vagy. Viszont Bence, köszönöm, mert nagyon jó navigáltál. Gabi, azt sem tudtam, merre van arccal előre. Én nem értettem, hogy amikor mondom, hogy jobbra megyünk, akkor miért megy balra. Amikor mondom, hogy balra, akkor így elkezdett egyenesen menni. Hogyha nem mutatom neki, merre van az előre-hátra a kapcsolónál, akkor azt sem tudtam, hogy előre megyünk, vagy hátra. Majdnem rákimentünk az egyik kaspónak, de majd megmentettem a helyzetet, úgyhogy ez nagy rész rajtam volt, most nagy a szám, de most én jövök, én fogok vezetni, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy ez amúgy valójában milyen. Na! Úristen, nagyon ijesztő. Jó, akkor én durunk szépen lassan, előre egyenesen gurulunk csak. Gurulunk, így? Igen, így. Ez így jó? Ez így jó, gurulunk. Jó. Balázs, hol vagy? Nem akarok elütni! Itt vagytok még? Nem, most hol lassan. Vagytok? Nagyon lassan. Nem fogok levegőt! Nagyon lassan indulj el! Nagyon lassan indulj el! Csípol a kocsi! Nem baj, nincs itt senki. Menjél. Stop! Jó, oké. Most szedd jobbra. Most balra, szedd a... Szedem! Teljesen. Mehetsz. Stop! Azokat a csíkokat én húztam oda? Aha. Kettő pályán túl vagytok, mind a ketten nulla hibaponttal. Jöhet a mindent eldöntünk. Ekkora stresszt én még nem éltem, mert csak az érettségin esküszöm. Ezt be kéne vezetni, hogy így vizsgázni, így legyen jogosítványom. Nem tudom, melyik a jó vezetni, vagy navigálni. Na, itt is vagyunk. Két pálya mind a kettőtöknek hibátlanul teljesítve, eddig döntetlen az állás. Figyelj, gatya tele. Teljesen. Vezetni sokkal rosszabb. Egy 5 kilót. Teljesen. A vezetés alatt, meg a navigálás alatt is. Készen álltok az utolsó mindent eldöntőre? Én nem tudom, hogy lehetne durvább pályát ennél építeni, de... Ennél ne legyen durvább, jó? Pedig az lesz. Ennél durvább? Jó. Let's do it. Gyere, nem fogul esni a fejedről? Nem. Akkor nyomjatok. Felrakom, nézd. Bent van? Bent van, mehetsz. Jó, na, kicsit menjél. Jobbra, már szedheted jobbra. Balra, mehet balra. Balra. Igen, mehet jobbra vissza. Jó, most találtok kell ki a cégfóját. Menjél, szedd vissza a kormányt. Mehetsz egyenesen vissza a kormány. Egyenesen, és most balra. Balra, balra. Lejött a sisak. Jó, és jobbra. Szedem. És ben vagy, elég jó. Rámentem? Delibe! Oh. Az utolsó mondat, Jogán Gabim. Hú, túléljük. Nagyon egyenesen indulunk. Szedheted jobbra, nagyon lassan. Szedd jobbra. Szedjed. Egyenesen. Balra. Fék. Balra. Szedjed. Jó, állj meg. Igen. Most tolatunk egy. Mehet. Visszább egy kicsit. Vissza. Igen. Vissza. Igen. Oké. Okay. Oké, bent vagyunk délbe. Várjál, már ráesett. Jó, oké. Okay. És akkor egyenesen? Balra. Szedjed. Szedjed. Mi? Mehet egyenesen, szedjed jobbra. Jobbra. Szedjed jobbra. Gáz, jobbra. Most gáz? Gáz, jobbra. Jó. Jobbra. Jó? Balra? Szedheted balra. Gáz. Erezed. Megy. Balra. Egyenes. Igen. Egyenes. Jó, balra, szedjed balra. Az a jobb, Gabi. Jó. Várjál, balra. Egyet elütöttünk. Nem. Jó, várj, rükvert. Lassan megyünk. Egyenes. Jobbra. Hagyj egy kicsi gáz neki. Azaz. Jobbra. Jobbra. Balra. Teljesen. Adjon neki, érzésből. És fék. Itt vagyunk. Megjöttünk? Meg. Kicsit örülök, hogy vége van, igen. Bence besokolt a végére egy kicsit. Majdnem belementem a zárokba. Majdnem belementem a zárokba, igen. Most egy bója volt, az lehet, az én hibám volt egyébként. Azt tényleg nem láttam. Hát, ott nekem jár a mínuszpont is alapvetően. Akkor a mai nap győztese... Kucséra Gábor! Autót. Gratulálok hozzá! Ennyit van a mai videó, remélem, hogy tetszett nektek, hogyha így van, dobjatok el a lájkot, iratkozzatok fel, még nem vagytok. Köszönöm szépen a vendégszereplést! Köszönöm a meghívást, nagyon élveztem. Legközelebb majd szemfedő nélkül így elautó kezdni. Az kéne, igen. Szerintem jobb lesz. Találkozunk a következőben, szevasztok!